A Tolnamegyei Gyönkön a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatóival és az egyházmegye kispapjaival töltöttek el egy hetet Baranya és Tolnamegye minisztránsai. A tábor bázisául a helyi Tolnai Lajos Gimnázium kollégiuma szolgált. Kicsit nagyobb létszámmal készültünk erre a táborra, és itt volt olyan alkalmas hely, amely akár 60 vagy 80 főt is be tud fogadni. Ahhoz képest most így elsőre nem vagyunk elkeseredve, de 40-en vagyunk ebbe a táborba. Januárban Püspök atya, Felföldi László Püspök atya kinevezett minisztráns referensnek, és azóta készülünk erre a táborra. A minisztráns tábor a szolgálatnak a tábora, hiszen a minisztránsok az oltár körül szolgálnak, egy olyan szolgálatba, amely nem mindennapi, amely különleges, és ezáltal nem csak a szolgálatuk lesz különleges, hanem ők maguk is, a személyük is különleges lesz, ezt hivatott elvégezni ez a tábor. Felföldi László püspök atya kérte, hogy az idei tábor próbáljuk meg, úgyhogy csak fiúknak. Részben azért, mert a fiú lélek az egészen különleges, egészen más, mint a női lélek, és a szolgálatuk is más. Egy kicsit erősíteni az ő szolgálatukat az oltár körül, valamint mi papok, vagy akár a papnövendékek is el tudnák mondani, hogy mindannyiunknak volt az életének egy olyan pontja, amikor minisztrált, amikor meghívta az Úr, lehet, hogy akkor is, és hogy az oltártól hív meg az Úr, a legtöbb embert onnan. Űrszava harsan a sok lovas hátta, és csörtetve űzi a fürge vadat. Minden nap volt egy úgynevezett minisztráns 5 perc, amelyet a kispapok tartottak, ami általában 15 percre sikeredett, de átismételtük, hogy hogyan is kell használni a turibulumot, a füstölőt például, hogyan kell bevonulni, mi a sorrend a bevonulásnál. A hét folyamán kirándulásokra is sor került, amelyeket úgy szerveztek meg, hogy a hitélet mellett a kikapcsolódásra is adódjon lehetőség. Általában 8 órakor keltünk, akkor volt az ébresztő, reggeli tornával kezdődött a nap, majd szoba ellenőrzéssel, a tisztaságra nagy gondot fordítottunk, majd egy reggeli áhítattal, egy imádsággal, utána pedig a reggelivel. Folytatódott, volt egy délelőtti programunk, amely általában kiscsoportos beszélgetések, játékok, majd egy ebéd, délután pedig egy fő program, minden napnak más volt a programja, majd az esti program egy esti imával bezárólag. Volt egy olyan esténk, amikor egy lelki utat szerveztünk itt a Gyönki dombra, a minisztránsok 10 pontját dolgoztuk fel, csapatonként vonultunk, majd a katolikus templomba egy éjszakai szentségimádással zártuk a napot. Mindenkinek van egy jobb keze? Másik. Meg egy bal keze, ugye? Mindenkinek van. És ahol a jobb kezem a bal kezemmel találkozik, ott találkozom az Isten. A tábor célja, hogy miközben a gyerekek jól érzik magukat az együtt töltött programokon, elmélyüljenek abban, mit is jelent minisztrálni, mit jelent, hogy az egyházhoz, annak egyik családjához, a Pécsi egyházmegyéhez tartoznak. Szerintem azért jó minisztránsnak lenni, mert szolgáltunk egyrészt ugye az Úrnak, és sokkal közelebb kerülhetünk az Úrhoz. Természetesen nagyon jó érzés tölt el, amikor minisztrálás közben érzem, hogy ott van velem az Úr. Azért jöttem el a táborba, mert én már régóta, 8-9 éves korom óta minisztrálok, és hát meg tudtuk, hogy van ez a lehetőség, és hát gondoltam, hogy eljövök a barátommal, mert hát egyedül elvileg nem jöttem volna el, mert hát mindenki idegen, ezért csak a barátommal jöttem. Azért jöttem el ebbe a táborba, mert szeretek minisztrálni, és hogy még közelebb kerülhessek Istenhez. Akkor, amikor a pap felemeli a szentostját, és feltekint rá valaki, és azt mondja, mint Szent Tamás, én Uram, én Istenem. Felismerjük, mert tanultuk a hittanórán, tanultuk a minisztráns táborba, hogy igen, amikor ezek a szavak elhangzanak, nem a pap, hanem Jézus Krisztus erejéből, a Szent Lélek elküldésével jelen valóvá válik az Úr Jézus. A táborban naponta látogatták meg a kis minisztránsokat az egyházmegye papjai, hogy szent misét ünnepeljenek.
A táborzáró alkalmával Fekete Zoltán Mohácsi káplán érkezett, aki a Szent Mise keretein belül beszélt az ifjaknak arról, hogy milyen fontos az a feladat, amit ők látnak el a templomokban. A mise után mindenki megmutathatta, miben tehetséges, a fiatalok paródiával, tánccal, énekkel és muzsikaszóval készültek a záróestre.